sikerrel vettük a vasárnap idényitót. Yeah. Zoli, megkérlek, értékeld a vasárnapi mérkőzést. Hát az elégzett munka függvényében, amit a srácok kőkeményen beletettek, meg amit mi is hozzátettük a szakmai stáb, nyilván bízhattunk abban, hogy előrökkodunk egy olyan minőségi játékkal, amire képesek vagyunk, és amit edzőmérkőzések során bizonyítottunk is, nem mindig teljes mérkőzésen, hanem az edzőmeccsek bizonyos periódusaiban. Viszont a tapasztalataim miatt meg erre számítottam, hogy egy nagyon nehéz mérkőzést fogunk játszani, és egy szoros mérkőzést fogunk játszani, és ez tulajdonképpen a csoportunkon belül is igazolódott, illetve ha nézzük az NB2-t vagy más NB3-as csoportokat, hogy sok bajnok esélyes csapat nem jó eredmények ezt az idén, nálunk is szoros eredmények voltak, talán egy nagyobb különbségű győzelem született. Tehát én azért tudtam, ezt számítottam erre, hogy ez nem biztos, hogy úgy fog elsülni, ahogy mi szeretnénk. Régen játszottunk hivatalos bajnoki mérkőzést is, nagyon régen nyertünk is, úgyhogy nagyjából erre számítottam. Még egyszer mondom, hogy a maximalista vagyok, akkor lettem volna elégedett, hogyha a győzelem mellé jó játék is, folyamatos jó játék is társult volna, de hát majd a jövőben ezért többet teszünk. Hozzáteszem, itt a srácok is olvassák ezeket a hozzászólásokat, meg értékeléseket, azzal azért nem értek egyet, hogy ötlettelen volt a játék, meg lagymatag. Itt két ellentétes stratégiával felálló csapat kezdte ezt a mérkőzést. Az egyik, ezek voltunk mi. Mi szerettünk volna egy jó kombinatív játékot bemutatni, ebből támadásokat felépíteni, helyzeteket kialakítani, gólokat rúgni. A másik csapat pedig egy zárt védekezésből arra várt, hogy mi hibázzunk, és abból ellentámadásból egy rendezetlen védelem ellen helyzeteket alakítson ki. Hozzáteszem, mivel a mi játékunk minősége egyéni teljesítmények miatt volt, egy kis srác, aki túlpörgette magát, aztán annyira nyerni akart már, pont a mi játékunk minősége miatt talán az ő stratégiai érvényesült jobban, hiszen tehát gólhelyzetet kombinatív játékból, támadásból nem tudott kialakítani. A góljukat a mi elpasszolt labdánkból szerezték, a másik helyzetük az is a mi elpasszolt labdánknak volt köszönhető. A végén ugye, amikor ott a Marcinak nagyon nagyot kellett védenie, akkor meg a srác be akarta adni, lecsúszott kicsit neki, és majdnem így sült el jó a dolog. Tehát úgy gondolom, hogy ha ez volt az ő tervük, és szerintem biztos, hogy ez volt, az elég jól működött. Ennek ellenére azt mondom, hogy azért, ha futballban lenne igazság, de nincs, hosszú távon van, rövid távon nincs, akkor ez a mérkőzés még így is, hogy mi nem hoztuk azt a játékot, amire képesek vagyunk, így is talán egy két gólos győzelem simán be lehetett volna, mert mi alakítottunk ki gólhelyzeteket, volt zicserünk is, de kapusra vezettük a labdát, és talán ebbe be lehet volna abba a 2-1 utáni periódusba gólszerzési lehetőség hatalmas. Viszont azt meg el kell ismerni, hogy a végén, meg hogyha szerencsétlenek vagyunk, akkor meg ez a mérkőzés, ez tényleg X is lehetett volna. Úgyhogy tulajdonképpen egy elég nagyon gratulálok. A Pauzolit kifejezetten kedvelem, a szakvezetőjüket, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy a továbbiakban december elejéig mindenki több pontot és pontokat fognak szerezni. Köszönöm, Dani, te szerezted az egyenlítő gólunkat belül, hogy értetted meg ezt a mérkőzést? Hát belülről mindenképp nagyon nehéz meccs volt, hogy a körülmények, az ellenfél, az időjárás, minden megnehezítette a dolgunkat, de azt pozitívnak tudom kiemelni, hogy a csapat ugyat hozzá ez a meccshez, hogy abszolút nem nézte le az ellenfelet, végig egyenlő öntekintettünk rájuk, szóval ők szerezték meg a vezetést, szerencsére a szünet előtt tudtunk egyenlíteni, olyan fejesemmel körültem, nagyon örültem neki. Aztán ugye a fél időben átbeszéltük, hogy meg kell nyugtatni a játékot, hát ez nem minden, nem minden, hogy nem sikerült szerintem. Aztán a Balázs rúgta, a vezető volt egyből a második fél idő elején, utána kicsit leült a játék, a végén pedig még az atát próbálkozott, annak ellenére, hogy kihagytunk rengeteg helyzetet. Szerencsére el tudtuk hozni a 3 pontot. Mérkőzés végén le kellett cserélni, hogy történt az esetben, megijedtünk ott, hogy valami komolyabb probléma, mert sokáig voltál a földön. Nem, hát őszintén megmondom, elég elfáradtam. A 60. perctől kicsit éreztem, hogy húzó valamit a görcs. Aztán volt egy nagyon jó beadás, amit sikerült kapura fejelnem, és ahogy leérkeztem, a vágyom az össze is ugrott, és nem tudtam folytatni a játékot. Köszi! Vasárnap második forduló, érkezik a Veszprém, akik szintén ott hazai pályán legyőzték a MOL második csapatát. Mit vársz a mérkőzést közoli? Jó, ez most gyorsabb lesz, mint az előbb, mert elég hosszan értékeltem, viszont egy dolgot meg elfelejtettem, hogy ami negatívum, azt próbáljuk javítani, viszont ennek a mérkőzésnek volt két igen nagy pozitívuma.
számunkra az egyik az a mellettem ülő fiatalember, mert ugye azért azt nem szabad elfelejteni, hogy egy nagyon-nagyon komoly és nagyon-nagyon hosszú sérülés után most először volt ismét kezdő a Nagykanizsa csapatában bajnoki mérkőzésen. Ráadásul ezt egy góllal is tudta megspékelni, ebben a Daninak hatalmas nagy melója van, nagyon nagy munkája, nyilván az egyesületnek is, a németi erőléti edzőnek, a horvát Gabi pályedzés, én amit tudtunk, mi is hozzátettünk, de ez nagyon nagy örömmel töltött el bennünket, hogy a Danika végre visszatért és standard tagja tud lenni a csapatnak, ráadásul gól szerzett és még gólhelyzete is volt, lehet, hogy az egyik az is volt, na mindegy. A másik pozitívum pedig az, hogy a szélső védőinknek folyamatosan be kell kapcsolni a támadójátékba és meg is teszik, és a horvát Balázs is az első NB3-as gólját szerezte a Kanizsa csapatában, ezt szerettem volna elmondani, úgyhogy meg egy gólpasszt is adott, ennek nagyon örülünk. A Veszprém elleni mérkőzés. Minden meccsen úgy készülök, ezt mondtam nektek, hogy lehetnek itt kisebb-nagyobb győzelmek, vereségek minden csapat életében, de én egy kiegyenlített mezőnyre számítok, és kiegyenlített nagyon nehéz mérkőzésekre. A Veszprémről van információnk, ráadásul tudjuk, hogy egy nagyon szervezett, jó erőben lévő csapat, megvan a támadójátékukban is a stratégiájuk. A standard szituációban, szögletekben, szabadrugásokban, ott is nagyon felkészültek, úgyhogy természetesen egy jó eredményt szeretnénk elérni, mert nagyon régen játszottunk itt hazai publikum előtt, hiszen amikor a bajnoki mérkőzés volt az utolsó, az már zárt kapus volt, úgyhogy szeretnénk még egyszer, nem mondom, jó eredményt elérni. A Veszprémet meg egyszer láttam én itt egy kupa mérkőzésem, amikor néző voltam még, és emlékszem, hogy az elején Kanizsa rugott egy gólt, valami srácot, fiatal Veszprémi hibázók után, viszont a Veszprém sokkal tudatosabban futballozott, jó játszott, tehát biztos, hogy egy jó csapat lesz. Bőzerővel készülünk, és szeretnénk megérni a mérkőzést.